Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Kelj föl és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, királyok benned támad fényességhez. Hordoz körül tekintetedet, és lásd, mind egybegyűlnek, és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s leányaidat koronkóba hozzák. Ennek látára földerülsz, szíved dobog az örömtől, és kitágul, mert felér áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít majd el, Mádián és Efra dromedárjai. Mind sávából jönnek, aranyat és tömjét hoznak, és az Úr dicsőségét zengik. Ez az Isten igéje. Thank you.
apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. Kinyilatkoztatásból megismertem Krisztus titkát, amelyről korábban nem tudtak az emberek, de most a lélek a szent apostoloknak és profétáknak kinyilatkoztatta. Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is, társadalmasok, tagjai egy testnek és az evangélium által részesei az ígéreteknek. Ez az Isten igéje. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor Herodes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták, hol van a zsidók újszülött királya. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Herodes király, és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így válaszoltak: a júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: te Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jön ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Herodes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak, és lám a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjét és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza országukba. Ezek az evangélium igéi. Kedves jó testvérek, a mai szent ünnepünket, hangsúlyozzuk, hogy szent ünnep, befejezzük a mi karácsonyi szent időnket. Jó ezt hangsúlyozni, mert kikopnak ezek a nagyon szép és nagyon fontos hittani tartalommal bíró szavaink. És nagyon könnyen közönségessé válhatunk. Tehát használjuk ezt.
Nagyon fontos a szent ünnep, nagyon fontos a szent idő, nagyon fontos például a szent szövegek, nem akár. Isten a mi megmentésünkre, Isten a mi megsegítésünkre, így is mondhatom, ezen szent szövegeket adja, hogy tessék ember, ezen keresztül tájékozott. Nem mondhatod ember, most már nem mondhatod, hogy nem kaptál elegendő segítséget ahhoz, hogy a hit világosságára eljuss. Kedves testvéreim, számtalan kortársunk, én legalábbis tapasztalatban mondhatom, beszélgetve velük, mondják nekem, hogy nem tud hinni, nincs, nem, hit az, nem elég essen, még több, még pluszba, 2 kiló, 2,5 kilót kérnék. Kedves testvéreim, hittani alapvetés, itt ezen nincs vita, legalábbis így emberek részéről, Isten részéről. Minden megtörtént annak érdekében, hogy én, hogy mi emberek eljuthassunk a hit világosságába. Minden megtett Isten. Még egyszer hangsúlyoznám, most azt a szót, hogy mindent, ezt húzzuk alá. Mindent. Nézzék, én ezt tudom, én is vagyok néha ilyen, tehát ez most nem tükörben nézek, látom magam. Az ember kifogásokat keres. És nézzék, hogyha az ember kifogásokat keres, előbb-utóbb rátalál. Ilyen a világ, és ilyen az ember természete. De nekünk bizonyosaknak kell lennünk azt illetően, hogy Isten mindent megtett. Ez a mai elbeszélésünk is, kedves testvéreim, egy részről csak, erről is szól. Hogy Isten jeleket ad. Most gondoljuk csak a csillagra, mint jelre. És ha figyelünk kellő nyitottsággal, kellő bizalommal, azt mondom, a szívünket megnyitjuk a jelek felé, akkor előbb vagy utóbb ezek a jelek üzenni fognak nekünk. Beszédessé válnak. És ezen emberek számára is, ugye, nagyon fontos már az ókorban, egyház tanítóink hangsúlyozták, hogy ezek a jó emberek, akik oda eljutottak Betlehembe, ezek a nemzeteknek a képviselői. Ezek nem a választott nép tagjai voltak, ezek a választott nép közösségén kívüli. És ezzel már, miről is van szó? Ez a betlehemi kisdet egyetemes. Már nem csak a választott nép felé van küldetése, természetesen igen. Hanem ezen kívül minden, megint a minden szó, minden nép felé van küldetése. Mert ezen jó emberek, akik oda eljutottak, napkeleti bölcsek, különféle neveket adtunk és adunk nekik, mágusok és így tovább, tehát lehet itt variálni a szavakkal, de egy a lényeg, ezen emberek, akik oda eljutottak, ezek nem vallásilag, intézményesen, vér szerint, származás szerint és egyéb szempontok alapján nem a választott nép tagjai voltak. Jelet kapnak, nem akármilyen jelet, figyelnek a jelekre, olvasnak a jelekből, és figyeljünk oda, nagyon fontos, elindulnak. Kedves testvéreim, még egyszer hangsúlyoznám, nagyon sokan ma is kortársaink közül kapnak bőséges, sok-sok jelet, bőségesen, eszméletlen sok. Csak mi a probléma? Nem figyelünk eléggé oda. Vagy ha oda is figyelünk, és már rájövünk arra, hogy ez a jel nekem szólt, hát ez kényelmetlen, hát el kell indulni. Meg kell változnom. Új életmódot kell kezdenem. Másként kell döntenem, másként kell gondolkodnom, másként kell beszélnem. Jó, a beszédünk, az előbb már mondtam, hogy a szent szóval kapom. Milyen közönséges tud lenni a beszédünk. Borzasztó. Én azt gondolom, a fiatal nemzedék felé nekünk legalábbis felelősségünk van, hogy mi tőlünk legalábbis ne tanulják meg a közönséges szavakat. Kedves testvéreim, tehát elindulni nagyon nehéz a végén. Nincs más megoldás. Meghódított engem Isten szeretete.
Erre a szeretetre egy választ kell adnom. A válasz az, hogy el kell indulnom. Kell találkoznom az Istennel. Az én szabadítóval, azzal, aki én hozzám elküldetett, eljött én hozzám, hogy segítsen rajtam. Megmentsen, ne felejtsük ezt, Jézus neve. Isten megment. Isten megment. Tehát én a megmentővel találkoznom kell. Kedves testvérek, ebből kiindulva, tehát a jelekből kiindulva, nyilvánvalóan ma is, még egyszer hangsúlyoznám, mindenki kap elegendőt. Nincs kivétel. És nincs jó, meg jobb, meg legjobb, és akkor persze lehet játszani, meg lehet kifogásokat keresni. Nem. Mindenki bőségesen kap. De kedves testvérek, ez a történet arról is szól, hogy a jelek önmagukban még nem elegendőek, hogy eljussak a hit világosságára. Miből tudjuk ezt? Őt tudjuk. Ezen jó emberek napkeleti bölcsek számára is szükséges volt mi? Szent szövegek. Ott voltak az írástudók. Jöttek, és mondták nekik, hogy hát ez csak így lehet. Betlehem, Mikeás proféta ezt jövendőli. Figyeljünk csak oda! A hitre jutásnak az útján, tehát ahhoz, hogy én eljussak ténylegesen a hitre, az a végén a szent szöveget is kellenek. Tehát nem elég életem különféle jelei, különféle eseményeken keresztül, sok mindenen keresztül az Isten megszólít engem, bátorít engem, buzdít, lelkesít, nagyon nehezen, de elindít, mert lögdösni kell az ember nagyon sokszor, hogy indulj már el, nagyon-nagyon. Hihetetlen. Mi kortársaink közül még szerintem még nehezebb. Mert még jön az elkényelmesedett életünk. Meg jön egy hamis, nem tudom, emberkén, meg egy hamis tudománykén, meg majd megoldja, meg így, meg jó, meg emígy, meg amúgy, és akkor végén már egy őserdőben van a kortársaink nagy része, amiből ki nem jön. Nem jön ki. Ez kételes. Saját magát beállozta. Mindenféle kifogással. Kedves esélyem, tehát még egyszer, nem elég, higgyék el nekem, nem elég, szükséges, kell, fontos, kapjuk is bőségesen, még egyszer hangsúlyoznám Istentől a jeleket. De ha Isten nem jön a segítségünkre, az ő szent szaván keresztül, a kinyilatkoztatott szövegeken keresztül, akkor az embernek a hitre való eljutása nem jut el a végállomásig. Nem. Rengeteg ember eltévedt. Figyeljük csak meg! Találkoztam ilyenekkel. Nagyon sok ilyen. Itt-ott amott kiköt, nem tudom hol van már, bolyong, elmegy ezotériába, asztrológia, jósda, minden katasztrofális. Miért? Mert mindennapi élete meggyőződik, hogy van valami, dereng már neki, de ha nem kapja meg tőlünk, fontos kinyilatkoztatást, akkor sajnálatos módon eltévedhet. Bizony eltévedhet. Nézzék meg, egy új korszaka van ma a csillagjóslásnak, az asztrológiának, kártyavetésnek, a jóslásnak. Olyan okkultizmusban vagyunk, hogy nyakig benne vagyunk. Miért? Mert az igaz hit világossága már nem érint, így tehát helyére tesszük ezeket. Nagyon kell vigyázni. Figyeljünk oda, a kortársaink nagy része szomjazza, vágyakozik arra, amiről itten gyökögök. Hogy valaki segítsen már rajtam. Valaki világosítson már föl engem. Hol van az én életem értelme és célja? Mit jelent hinni? Mit jelent Istenhez eljutni? Istenbe kapaszkodni? Az életemet az ő akarata szerint berendezni? Kedves testvérek, összefoglaló, tehát azt jelenti, hogy két nagyon fontos szövegegységből áll ez a szöveg, amit most felolvastunk, a napkeleti bölcsekről szóló szövegünk. Az első része a jelekről szól, minden értelemben, csillagtól elkezdve minden egyéb jelekre gondoljuk. És a második része pedig az a fajta segítség, ez egy másik fajta segítség Isten részéről, amikor az ő tanításán, Biblián keresztül, a szent szövegeken keresztül eligazít bennünket a dzsungelben.
az űrzavarban, amiben vagyunk nagyon sokszor. És kedves testvéreim, hogyha az igaz hit világosságára eljutunk, akkor már a sorsunk, az életünk nem a csillagok állásától függ, nem a jóslásoktól, a kártyavetéstől, asztaltáncoltatástól, és nem tudom, mi mindent lehetne felsorolni. Horoszkóp! Reggel a munkahelyre azzal kezdik. Mondd már meg, mit mond a horoszkóp a mai napomra vonatkozóan. És kezd hinni benne. És egy idő után, őszinte vagyok, kezd megbolondulni. Egymásnak ellentmondó. Véletlenszerű, kártyavetésszerű, most ez jött ki a zöld, piros, többet. Ezt akarja üzenni nekünk a Jóisten. Vége ennek a korszaknak. Ember, te nem függsz többé az elemektől. A csillagok, az egyéb, a nap, hold, minden. Ne! Te egyetlen egy dologtól, egyetlen egy személytől függsz pontosabban, tőlem. Vedd már észre, hogy én szeretlek. És kedves testvérem, ide eljutni, Isten segítsége nélkül nem lehet. Pontosan ezért azt mondja az egyházunk nagyon helyesen, alapvető hitigazságként, hogy a hit ajándéka, alapvető hitigazságként, Isten ajándéka. Nem emberi, nem én találtam ki, nem mi találtunk ki, okos emberek voltak, nem. Isten ajándéka. És pontosan ezért Isten nélkül nem lehetek hívő. Kedves testvéreim, tehát összefoglalva azt jelenti, minden jel, amit kapunk életünk során, Isten ajándéka valahol, de a legeslegfontosabb az, hogy eljussunk a hit világosságára. Isten nélkül ez lehetetlen, hogy teljesen szabadon tudjuk őt szeretni, ahogy a nő is szabadon szeret minket. Megszűnnek már a kozmikus erők, egyedül csak Isten marad, mert ő van minden, mindenben. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátustól, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a holtokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jöhet ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatán, a és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim a mi Urunkat, hogy vezessen minden népet az igaz hit világosságára. Dicsőséges megjelenésed ébresszen hitet az egész világon. Kérjük téged, világosságodra találjanak rá azok is, akik még nem ismernek téged. A hit aranyával, az imádság tömjén füstjével és az áldozatos szeretet mirhájával hódoljon előtted szent néped. Kérünk téged, s végül a boldogság, végül boldogságod fényét sugározd otthonainkba. Kérünk téged, hallgass mennyei Atyánk, te elküldted fiadat, hogy általa üdvözüljön a világ. Add, hogy mindenütt felragyogjon az igaz hit világossága, és egyházad minden népet egybe gyűjtsön el nem múló országodba. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy most felajánlott adományaink kedvesek legyenek a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, tekints jóságosan egyházad adományaira, már nem aranyat, tömjét és mirhát hozunk elé, hanem magát Jézus Krisztus, aki ezekben az adományokban vallunk, feláldozunk és magunkhoz veszünk, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Emeljünk föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyám, mindenható örök Isten! Te Krisztusban ma kinyilatkoztattad nemzeteknek üdvösségünk titkát, hogy világosság áradjon rájuk, és amikor fiat halandó testünkben megjelent, halhatatlanságának fényével újjáalkotott minket. Ezért mi is miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt, vég nélkül énekeljük. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelje, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk,
mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a feltámadás reményében elhunyt szeretteinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, akik itt most jelen vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, Isten fia emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk. Ezért merünk most nagy bizalommal így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk létezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljük, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek. Ezért kérhetjük, Urunk Jézus Krisztus béke fejedelme, ne vétkeinket nézze, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Te, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. A betlehemi kisded békéje legyen veletek mindenkor.
íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok vagyunk, mert meghívasztalálkoz Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyunk, hogy hajlékom a jövőt, hanem csak egy szóval és megbújt az kedves testvéreim, a szent áldozásunkat továbbra is a kézbe való áldozással végezzük. Köszönöm szépen! Kedves testvéreim, a mai nappal karácsonyi szent időnk befejeződik.
de továbbra is vinnünk kell szívünkbe karácsony üzenetét. Isten nem felejtett el az embert. Isten gondolt ránk. Isten számára nagyon fontos az ember. Ebből következik az, hogy eljött közénk. És miért? Hogy segítsen rajtunk. Kedves testvérek, ezt az alapgondolatot, karácsony üzenetének alapgondolatát vinnünk kell továbbra is magunkkal. Miért? Mert jön húsvét. Egy még nagyobb gondolat. Egy még erősebb hittitok. És akkor beteljesedik tulajdonképpen a mi hitünk. Amiért már érdemes tényleg elindulni, zarándokolni, úgy tetszik, a belső útjain, hogy Istenre rátalálva ténylegesen beteljesítjék szívünk vágya, hogy a végén Isten legyen minden, mindenben. Ez lesz ám a szép, a legeslegvége. Kedves testvéreim, tehát ne felejtsük ezt, vigyük magunkat, és ha lehet, osszuk meg másokkal is. Ez az én szívem reménye, ha ez nekem örömet, ha ez nekem boldogságot ad, feltételezzük reménnyel és egyfajta bizalommal, hogy embertársainknak is ezzel jót teszünk, hogyha megosszuk velük ezt a nagyon fontos, alapvető karácsonyi gondolatot. Kedves testvéreim, szentmisénk végén pedig most felállva könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk Istenünk, járj előttünk mindig, és mindenütt mennyei fényességeddel, hogy tiszta lélekkel szemléljük a szent titkot, amelynek részesévé tettél, és tiszta szívvel fogadjuk magunkba. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Három előimádkozott részre, amennel feleljünk. Isten, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott meg titeket, árassza rátok jóságosan áldását, tegye álhatatossá szíveteket a hitben, a reménységben és a szeretetben. Amen. Minthogy hívő lélekkel követitek Krisztust, a sötétségben felragyogó világosságot, aki ma megjelent a világban, ő tegyen titeket világosságá testvéreitek számára. Amen. Földi zarándoklástok végén pedig jussatok el Krisztushoz, akit a napkeleti bölcsek a csillag vezetése alatt kerestek, és nagy örömükre meg is találtak, mint az igaz világosságot. Amen. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szentmisénk véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen. Thank you.